Kérném dr. Varga István ügyvéd urat, akivel szerződésünk van bizonyos ügyek végzésére, hogy szíveskedjék a szerződés szellemében beszámolni arról, hogy hogyan állnak a ügyeink jelen pillanatban. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Én azt hiszem, hogy nem olyan régen álltam itt, és ugyanebben a témában már beszámolót tartottunk, hogy minden fronton, minden bírósági fórumon a megyében vagy sajnálattal, vagy pedig pozitívan állapíthatjuk meg, hogy pereink vannak, illetve az önkormányzatnak vannak perei. Ezeknek a pereknek a döntő többsége abból adódik, hogy a békesség mellett vannak békétlen emberek, akik a képviselőtestülettel és a város első emberével próbálnak szórakozni. Ennek a mai beszámolónak vagy tájékoztatónak a fő kezdeményezője, megmondom őszintén, én voltam, tekintettel arra, hogy ritkán fordul elő az, hogy nyugodtan szívvel állíthatom, hogy jelen pillanatban az önkormányzat minden pert abszolvált, és minden pert ez idáig megnyert. Annak ellenére, hogy ez pozitív, egyenlőre pozitív szaldó, és ez természetesen az önkormányzatnak az érdeme, hisz ezek szerint jó ügyeket szolgálunk, és jó ügyeink vannak, illetve a bíróságok pedig tisztességgel végzik a munkájukat. Az az apropója, hogy azért kértem ezt a ilyen fontos események közepette ezt a szösszenetet vagy tájékozót, amit nagyon röviden szeretnék elmondani, hogy teljesen mindegy, hogy hány pert nyert eddig az önkormányzat, amikor a kedves képviselő hölgyek, vagy a polgármester úr, vagy a képviselő urak eljutatják hozzám ezt a Délkelet című förmedvényt, illetve az ezzel kapcsolatos internetes világhálós eseményeket, akkor megdöbbenve tapasztalom, hogy tulajdonképpen minden pert elveszítettünk. Tehát most elnézést kérem mindenkinek, de hát azért az vegyük más tudomás, hogyha a Waterloo az Waterloo, az Austerlitz meg Austerlitz, ugye? Még akkor is, hogyha ez most valakinek nem tetszik. Tehát azért mondom, hogy szóval hogyha ha a pert elveszítette az önkormányzat, akkor azt tudomásul vettük, majd fellebbezünk, ha nekünk nem tetszik, de hogyha meg megnyertük a pert, akkor azt nem lehet másképpen apostrofálni, mint úgy, hogy győztünk. Tehát megdöbbenve tapasztalom, hogy akármi történik és bármi történik, ez ugyanaz, mint hogy nézzék, azt hiszem, hogy nem tudom, hogy 2 vagy 3 hónap ezelőtt voltam itt polgármester, ugye? Mennyit fordult azóta a világ, ugye? Hát már nemzeti kormánya van az országnak, és minden megváltozott ebben az országban. Úgy látszik, ebben a kérdésben nem változott semmi. Tehát gyakorlatilag akármi történt, akármilyen döntés is született a bíróságon, egyesek változatlan azt mondják, hogy az önkormányzat veszítette el a pert. A mai tájékoztatónak a legfontosabb és leglényegesebb pontja pedig nem a munkaügyi perrel kívánok foglalkozni, nem a polgári perekkel, és nem akarom még egyszer felsorolni, most hány fronton harcolunk, hanem az a talán a legfontosabb kérdéssel, amire biztos a képviselőtestület emlékszik. Aki nem emlékszik, akkor azt most elismételem, hogy a tisztelt képviselőtestület 2008.10.27-én hozott egy döntést, az Orlai Petricsom a Kulturális Központ igazgatóját megválasztotta határozott időre, és ugye megtörtént a kinevezés is. Ezt a döntést a Magyar Köztársaság ügyészsége megtámadta, keresetet indított a gyulai munkaügyi bíróságon, majd ez a per folytatódott tovább a bizonyos cikcakokkal a Békés megyei bíróságon, majd ezt követően felkerült a fővárosi ítélőtáblához, és ebben az esetben a mi jogi álláspontunk az volt, vagy az irodának a jogi álláspontja az volt, hogy a jelenleg hatályos törvények szerint a főügyészség és a Magyar Köztársaság ügyészsége az önkormányzat eme döntésével kapcsolatosan nem rendelkezik perindítási joggal, keresetőségi joggal. Vulgárisan lefordítva a dolgot, én sem támadhatom meg az önök határozatát, mert meg más sem támadhatja meg, közigazgatási hivatal ezt megteheti, de az ügyészség nem teheti meg. Ezzel kapcsolatosan bizonyára tetszettek olvasni, vagy internetes portálokon figyelemmel kísérhették, hogy mekkora vehemenciával folyt itt a küzdelem abban a dologban, hogy a képviselőtestület milyen arcátlan törvénysértő döntést hozott, és hogyha a magyar királyi, akarom mondani, bocsánat, Békés megyei főügyészség ezt megtámadta, ezt a határozatot, akkor miért nem térdre imához a képviselőtestület, mit szórakozik itt, hiszen biztos a főügyészségnek van igaza. Nem akarom ezt citálni, de emlékszem rá, hogy mik jelentek meg ezzel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen mi a túrót akarunk, mi egyet, mit képzelünk, mi hogyan gondoljuk, hogy a főügyészség szerint ez törvénysértő volt, akkor a képviselőtestület miért nem mondja azt, hogy nem voltak meg a feltétele a kinevezés. Na kérem szépen, igaz, hogy nehezen született meg a döntés, igaz, hogy éve folyt ez a küzdelem, és igaz, hogy még ma is visszaköszön, hogy egyébként a tartalmi kérdésekben már, hogy van-e szakmai gyakorlat, vagy nincs az igazgatónak, ezt miért nem vizsgáljuk, és szeretném mindenkinek megmondani, hogy nem fogja senki sem vizsgálni, mert a
ítélőtábla megállapította, hogy a mi jogi álláspontunk a helytálló. A képviselőtestület törvényesen döntött, és a főügyészség, a Békés megyei főügyészség pedig sok minden mással foglalkozhat, de azzal nem tud foglalkozni, hogy a képviselőtestületnek a döntését nem támadhatja meg, mert nincsen keresetindítási joga. Mint hogy én nem támadhatom meg ezt a döntést, az önök szuverén döntését, így a főügyészség sem támadhatja meg. Azt, hogy ezt a, miért nem tudta a Békés megyei főügyészség, meg hogy ki indukálta ennek a keresetnek az elindítását, ez egy hosszú történet, több száz oldalas tanulmányt lehetne erről írni. Biztos, akik vannak itt a képviselőtestületben, ezzel foglalkoznak, vagy esetleg újságírók ezt nyugodtan megírhatják. Tehát nyilvánvaló, hogy nem szűznemzéssel született ez a dolog, tehát nem a Békés megyei főügyészség találta ezt ki, hogy ezt a határozatot meg kell támadni. Legalábbis az internetes portálok szerint is ez így van. Ezzel kapcsolatban azért azt szeretném mondani, hogy a 2/2004-es közigazgatási jogegységi határozatok az önkormányzatok perindítási jogosultságáról, ez már réges-régen megszületett, ez mindenki előtt ismeretes, csak a főügyészség felejtett el, hogy van egy ilyen döntés. Erre hivatkozott egyébként az ítélőtábla, amikor arra utasította a Békés megyei bíróságot, hogy a Békés megyei bíróság ezt vizsgálja meg, és hogyha a főügyészség nincs keresetindítási joga, akkor a pert szüntesse meg. Ez kérem szépen megtörtént. Ennek ellenére a Tomka-féle reagálásban per megszüntetés nem jogerősen és egyebek jelentek itt, meg biztosan olvasták, látták. Ami hát megint számomra egy kicsit megdöbbentő, ez az, amikor még egyszer mondom, Waterloo-ból Austerlitzet, vagy Austerlitzből Waterloo-t próbál valaki csinálni. Én azt tisztelettel javaslom a képviselőtestületnek, hogy ha ilyen reagálások vannak, akkor és változatlanul nem jut ez az ügy nyugvópontra, akkor legyenek szívesek ezzel kapcsolatban is megkeresni az irodát, és akkor minden törvényes eszközt igénybe veszünk annak érdekében, hogy ezek a dolgok megszűnjenek. Azt látom egyébként, hogy a békétlenkedők most sem akarják ezt a dolgot abba hagyni, időhúzásra írogatnak itt, és hogy ez most csak egy átmeneti pürusszi győzelem, majd aztán utána újra felhorgadnak a dolgok. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem indíthatta meg a főügyészség sem ez, sem másik, sem a Csongrád megye senki ezt a pert. Ebből következik, hogy az ügy befejeződött, a döntést mindenkinek tudomásul kell venni, és én megmondom őszintén, hogy inkább azt mondom, vélelmezem ellentétben Tomka urammal, hogy a főügyészség, az ügyészség, amely a törvényesség őre, bizonyára tudomásul veszi ezt a bírósági döntést, ezt más nem is tehet, tehát nem tudom elképzelni, hogy futnának még egy kört, belefutnának egy jobb horogba mégis fellebbeznének. Nem tartom, elképzelhetetlenek tartom, hogy a jogegységi döntés, meg a fővárosi tétel döntés ellenére a főügyészség még egyszer belefut egy ilyen dologba. Tehát én azt gondolom, hogy jogerős lesz. Ha természetesen az ügyészség Tomka álláspontját képviseli, vagy nem tudom kik, akik mögötte állnak és megfellebbezi, akkor lesz még egy zakó. De akkor nem itt lesz a sajtótájékoztató, hanem máshol fogom a sajtótájékoztatót tartani, mondjuk a Magyar Országgyűlésben, közben képviselő is lettem, hogy ott fogjuk megtartani a sajtótájékoztatót, és megkérdezzük akkor a főügyészséget, vagy a főügyészségeket, hogy talán nem ezzel a kérdéssel kellene foglalkozni, nem más kérdéssel kéne foglalkozni. Még egyszer hangsúlyozom, hogy Magyarország jogállam, jelen pillanatban minden önkormányzat, önök és másikok is saját maguk döntik el, hogy kit neveznek ki, és ennek a megtámadására csak a közigazgatási hivatalok jogosultak, a főügyészség erre nem jogosult. A főügyészségnek sok más dolga van, szerintem, és az ügyészségnek mondjuk a bűnüldözés ott lehet tevékenykedni, kérem szépen, amivel nem kompetenciájuk, azzal ne foglalkozzanak szerintem. Ugyanezzel kapcsolatosan szeretném bejelenteni a képviselőtestületnek, ez is az elmúlt ülésen volt, azt hiszem volt itt egy ilyen Sztálin vagy Hitler kép, vagy nem tudom már pontosan megmondani, melyik szélsőség ugye a kettő közül, ugye a szélsőségek, ahogy Antal József mondta, mindig találkoznak, függetlenül, hogy balról vagy jobbról jönnek. Tehát ebben a dologban a pert megindítottuk, a Békés megyei bíróságon van az ügy. Azt hiszem, hogy minden bizonyíték rendelkezésére fog állni a bíróságnak annak érdekében, hogy ebben az ügyben is egy példát statuáló döntés szülessen.